Eljött át a nagy nap, köszöntök mindenkit innen Sevillából, a Ramon Sánchez Pizjuánból. Itt rendezik az Európa Liga döntőjét. Az Európa Liga címvédőjének az otthonában, de hát a Sevillát már kiejtették a negyed döntőben, az a Napoli, amelyet meg az Aston Villa a döntő egyik résztvevője. Az Aston Villa az egyenes kieséses szakaszban ugye három csapatot ejtett ki, mind a három olasz volt, és most a negyedik is olasz. A Lazio után a Fiorentina vagy a Napoli volt az áldozat, most pedig az AS Róma az ellenfél. Róma azonban egyébként három kiejtett ellenfeléből kettős angol volt, úgyhogy most jött a harmadik angolok elleni összecsapás, a Leicester és a Tottenham után az Aston Villa ellen. Na nézzük meg akkor először is a Róma kezdőjét. Rui Patricio a kapuban, a védelemben ott lesz majd Ibanez, Smalling, illetve Mancini, Spinazzola, Wijnaldum, Matic, Pellegrini, illetve Csarik a középpályán, elő pedig Ibrahim és Dybala kezd majd a Rómában. Ez tehát az olasz csapat kezdője a mai Európa Liga döntőre, Európa Liga döntőre. Volt ugye már olasz győztesen állunk az Európa Ligának, méghozzá Milán, amikor legyőzte a Lációt a döntőben. Nos, akkor ugye olasz házi döntő volt, tavaly Amsterdamban a Chelsea kikapott 3-1-re a Sevillától, úgyhogy a Milán után a Sevilla lett az Európa Liga győztes, és most jött a harmadik, Róma Aston Villa, ez a harmadik döntő ezúttal innen Sevillából. Ami az Aston Villa összeállítását illeti, Emiliano Martínez a kapuban, a védelemben Dean Minks, Carlos és Cash, Ramsey megint Douglas Luiz a középpályán, Coutinho, Watkins, Buendia pedig elől, ez az Aston Villa kezdője. Hát az Európa Liga idei szezonjának meglepetés csapat az Aston Villa, amely a döntőig menetelt. A csoportkörben még ugye például a MOL Fehérvárral is játszott az Aston Villa. Most pedig itt van a döntőben Sevillában, és egy lépésre attól az Aston Villa nagy óriási bravúrt érjen el, de hát nyilván a Róma, amely a favoritok közül egyedüliként fent maradt, és az olasz csapatok közül egyedüliként fent maradt. Ugye egyetlen egy olasz csapat volt, amelyet nem ejtett ki az Aston Villa a Rómán kívül, ez az Inter volt, de csak azért, mert az Intert elkerülte az Aston Villa. Jön közben egy beadás, amit ott meg ki kell csúsztatni, mert így teszi tovább Pellegrininek, és hát nyilván a Róma is meg lehet ma, meglátjuk majd, hogyan alakul ez a döntő. Ibrahim vissza, Pellegrini. Remek labda Spinazzolának, és ezzel már is gólhelyzet. Spinazzola 16-oson belül, jól visszacsel, beközépre Wijnaldum. Ugye 6 döntős van idén az európai kupákban, olasz csapatok közül ugye egyedül a Róma az, amely érdekelt, az angolok közül pedig ugye az EBL döntőben a Manchester City még az Aston Villán kívül. Buendia, de van 2 francia és egy spanyol együttes, és ebből a 6-ból Rui Patricio fogja a fejest, ami hazafelé szállt. Csalik. Mancini. Pellegrini indul. Az elődöntőben a Real Sociedadot ejtette ki a Róma. Erről ugye még nem volt szó. Pellegrini középre, az jó lehet. Dybala lövő helyzetben is ott az első gól. A 13. percben megszerzi a vezetést a Róma az Európa Liga döntőjében. És Dybala gólt szerez a fináléban. Vezet a Róma az Aston Villa ellen. 1-0. Sokat nem kellett várni tehát az első találatra itt a döntőben. És ünnepelhetnek az olaszok. Itt van Dybala, kap remek labdát, el is tekeri, és erre nem ér oda Martínez. Ezzel a góllal vezet a Róma a 13. percben. Watkins. Watkins egyedül, jó cselek. Watkins már a 16-oson belül jár. Rui Patricio jött jól a kapujából a 17. percben. Matic. Az jó is. Dybala. És Dybala tovább tud még ott menni. Nagy kiugratás. Ibrahim mehet. Ez gólhelyzet. Már Ibrahim leteszi. Jön Dybala. És 2-0-ra vezet már a Róma. Remek támadás után megvan a második gól is. És a második Dybala talál a 19. perc. 2-0 a Róma javára. Hát nagyon bekezd a Róma ebben a döntőben. Nagyon nagy labdát kapott Ibrahim. Leteszi. Jön Dybala. És ő egyetlenül kihasználja ezt az ittszert. 2-0 már a Rómának az Aston Villa ellen. Nagyon komoly bajban az Aston Villa együttese. 20 perc után 2 gólos a hátrány.
Douglas Lewis. És hát egyelőre azért az Aston Villától nem láttuk azt, mint mondjuk a Napoli elleni két meccsen azt a szenvedélyes játékot. Smalling, Dybala. Igen, azért láttuk a Rómának pár meccsét. Nem mindig a legközönség szórakoztatóbb játékkal, de továbbítottak a rómaiak eddig mindig. És úgy néz ki, hogy idén az Európa Ligában nincsen ellenfelük. Ugye a Róma az Aston Villával szemben nem itt a csoportkörben kezdte a küzdelmeket, hanem az E-bajnokok ligája csoportkörében, ahol ugye a Paris Saint-Germain és a Lipcse megelőzte a Rómát, viszont a Róma meg az Arsenalt, végül a harmadik helyen végzett az E-bajnokok ligája csoportjában a Róma, és végül átkerült ide az Európa Ligába, ahol tavaly veszett utoljára párharcot egyébként, pont akkor a Ferencváros ellen. Watkins egyedül, beközépre, ott van még megint előtt, és egy lövés egyből, óriási véd Rui Patricio, még mindig lehet lőni, Watkins, ez belemegy a blokkba, és a triplázás után Rui Patricio. Megvolt az első komolyabb Aston Villa helyzet, rögtön három gólt észrevettek volna a birminghamiek, nem jött egy sem. Na nézzük a szögletet, meg Gin adja be. Ez kint van, kirúgás. Rui Patricio maradt tehát a 2-0 itt a döntőben. Mancini, Csedik. Jól tovább, Pellegrini mehet, egyedül Pellegrini, jól csinálja. Pellegrini még mindig, Dybala lő. Egyelőre a meccs főse az argentin. Két gólt szerzett, és ez egyelőre úgy néz ki, hogy Európa Liga győzelmet érhet a Rómának. Na meg majd egy E-Superkupa döntőt, majd a BL győztes ellen, amely vagy a City, vagy a PSG lesz, ugye Ibanez Smallingnak. Ezt a meccset majd augusztusban rendezik. Ibrahim, Cash. Meg Gin. Buendia emeli be. Aki fejelt labda után Matic már. Dybala, 40. perc. Minks, Diego Carlos továbbra is. 2-0-ra vezet a Róma az Aston Villa ellen. Watkins meg középre, Coutinho lő messziről, és Rui Patricio véri ezt a lövést. Smalling. Adja a labdát Smalling, Cash, Watkins, Jacob Ramsey, ez jó, meg Gin, le tudja tenni, Coutinho vissza, meg Gin, Coutinho az ígyszerben, és gól! 2-1! Coutinho tehát szépít, és megvan az Aston Villa gólja az első félidőben még. Így szoros lesz a második félidő. És Coutinho révén a döntőben is lő gólt az Aston Villa. 2-1! Igen, itt az utolsó negyed órájában a félidőnek azért már javult az Aston Villa játéka, nem is kicsit, és ennek egy gól a vége. Az utolsó percben az első félidőben Coutinho szépít, tehát így Róma Aston Villa 2-1. Hát nagyon izgalmas és kiélezett második félidőre van itt kilátás. Itt a sevillai Európa Liga döntőben. Dybala, és itt a vége a félidőnek. Jön a második félidő, amit tehát a Róma kezd el. Róma Aston Villa 2-1 innen Sevillából, az Európa Liga döntőjéből. Nézzük tehát akkor a második fél időben. Összejön az Aston Villának a bravúros egyenlítés, hogy a Róma le tudja zárni vajon itt a döntőt. Buendia. Megint a labda. Megint teszi tovább. Coutinho. Ez jó lehet bizony, Ramsey. Jó a labda átvétel, és aztán végül a szerelés. Wijnaldum. Ez a Spinazzolának. Smalling. Most már Ibanez. Felíveli Ibanez. Az még ott meg lehetett volna, de Matic megszerezte. Csalik. Dybala és Ibrahim futnak előre, Csalik meg kisén kivezeti a labdát, de végül jól tudja végigvinni a török, Csalik adja be a labdát, az jó lehet, Wijnaldum üresen, nem tudott már fejelni a holland, megint Buendia, Napoli elleni visszavágó, remekül játszott Buendia, és meglátjuk, hogy a mai meccsen mit nyújt, Buendia, Matic nem tudja szerelni Buendiát, vissza Wijnaldumnak, Wijnaldum szép, Buendia lefejeli, Watkins, ajde gyönyörű támadás, megint egyből, Rui Patricio. Coutinho még megmenti, megint, de középre és Watkins lőhet, lő is Rui Patricio újra, óriási bravúrak a portugáltól. És micsoda játék volt ez a Aston Villától. Az a játék, amit a Napoli elleni elődöntőben is láthattunk, az akkor 3-1-es győzelmet ért összesítésben. Buendia lövi fel a labdát, Rui Patricio védi ezt is, azért nem volt ez veszélytelen. Ez behullott volna a kapuba, hogyha nem ugrik nagyot a kapus. Dybala. Pellegrini. Vissza Maticsnak. De hát, még mindig 2-1-re vezet a Róma. Megint. Smalling. És hát egyelőre az első 20 percben lőtt ki. Dybala. Egyedül, de jól csinálja eddig Dybala. Dybala még, és ez így végül Douglas Luizé. Megint.
Jól cselek megintől. Watkins, és ott indul az ember, Smalling. Watkins még megmenti, Ramsey. Szép játék eddig, Watkins viheti tovább, és ebből gólhelyzet alakul ki a Villánál. Watkins még mindig, na mit csinál vele, Watkins vissza tudja tenni, megint. Leteszi Coutinho, ott a lehetőség, mindig ott van. Ramsey, Douglas Lewis, 70. perc, Cash. Ez jó játék eddig, Cash nem tudja beadni, Buendia. Na ő talán igen, Buendia be középre. És ez így végül megint Maticé. Belotti. Elindulhat az olasz, Belotti még. Jók a biciklicselek, Belotti viszi még tovább. Belotti gólhelyzetben, Belotti beemeli, Martinez lehúzza. És hát azért nagyon visszavett a Róma a második gól óta. Nem nagyon voltak Róma helyzetek. Ramsey. De egyelőre jelen állás szerint egy Európa Liga győzelemre ez is elég. Coutinho. Az Aston Villa pedig emelt fővel veszítheti el a döntőt, ha elveszti. Buendia. Rui Patricio jött ki jól. De hát van még azért. Igaz, nem sok, de van még idő. Dybala. Lefejelt labda megint az Aston Villáé. Douglas Luiz. És Buendia volt lesen. Szabad rúgással ilyet majd a Róma. Rui Patricio. Ibanez. Wijnaldum. Spinazzola Belottinak. Belotti Cash mellett tolná meg. Középen Dybala fut. Belotti még. Ez helyzet már, Belotti beljebb tolja. Még Belotti. Ott a lövés. Gól! 3-1 Wijnaldum lezárja. Nem volt sok Róma helyzet, de a 83. percben csak jött egy, és abból akkor már Wijnaldum gólt is lő. Az a Wijnaldum, akinek azért nagyon nagy szerepe van abban, hogy, hogy idáig eljutott a Róma, és most egy bomba góllal a döntőben is betalál. A Leicester elleni párharcban is volt gólja, a Spurs ellen is gólt szerzett Wijnaldum. A Real Sociedad ellen oda-vissza betalált, és most a döntőben az Aston Villa kapuját is beveszi. 3-1. Európa Liga győztes lesz. Közben Watkins lő! Rui Patricio nagy védés, és a kipattanóra már nem ér oda Watkins. Európa Liga győztes lesz a Róma. Matic. De mondom, az Aston Villa emelt fővel jöhet le a pályáról. Az egész szezonbeli teljesítménye miatt is, meg amit ezen a meccsen láttunk tőlük, azért is. Dybala. És a Milán, valamint a Sevilla után a Róma nyeri a következő Európa Ligát. Spinazzola. Be tudja emelni. Martinez jön. És itt a vége. A Róma nyeri tehát 2023-ban az Európa Liga döntőjét. Az AS Róma kiejti az Aston Villát. És hát először, de most az Aston Villának negyedszer már nem jött az, hogy az olasz ellenfelét búcsúztassa. A Lazio, a Fiorentina és a Napoli után most a Róma ellen ez nem jött össze. A Róma pedig a harmadik angol ellenfelét is búcsúztatja így az Európa Liga küzdelmeitől, de hát a legfontosabb az a mai volt, a döntő, de hát volt azért ott a Leicester, a Tottenham is, most pedig az Aston Villa ellen. Nem játszott a legjobban a Róma, de ez elég volt egy két gólos győzelemhez, és a két főszereplő Dybala és Wijnaldum volt ma is, akár csak az egész menetelés során. Így tehát másodszor is olasz csapat nyeri az Európa Ligát az eddigi három kiírásból. Az egyik, vagy hát az egyetlen kivétel ugye a Sevilla, hát most ebben a városban nyeri tehát a Róma az Európa Liga fináléját. Pellegrini jön, aki a Sociedad ellen betalált spanyol földön, ma nem, itt a döntőben, de ő emelheti magasba a serleget, úgyhogy tehát idén az Európa Liga győztes 2023-ban az AS Róma együttese, ők maradtak talpon, ők maradtak állva, és végül megmentették az olasz csapatok becsületét, hiszen négy olasz csapat is kihullott, úgyhogy öten voltak a 16 között, amely több mint a negyede volt a mezőnynek, és ebből hármat az Aston Villa ejtett ki, amelyet ma a Róma legyőzött. És hát Pellegrini mehet a trófával, és ez ér még egy gála meccset szinte a Rómának, egy UEFA Superkupa döntőt majd a Manchester City vagy a Paris Saint-Germain ellen. Ez ugye az E-bajnokok ligája döntőjének kimenetelétől függ majd. Van Pellegrini és a Róma csapata, hát van mit ünnepelni. Európa Liga győztes tehát a Róma. És hát mondom, az Aston Villának is azért kijár a dicséret az egész menetelésért, meg a malátoktakért, de a Róma jobban felkészült erre a meccsre, és végül elhódította a trófát. Én tehát ez, köszönöm szépen az egész éves figyelmet itt az Európa Liga meccseket figyelembe véve, illetve a döntő után. Úgyhogy én ezzel búcsúzom, Róma Aston Villa 3-1, Európa Liga győztes tehát a Róma együttese.